Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a Megkérdezzük a Polgármester című műsorunk legfrissebb adását látják. Köszöntöm stúdiónkban Cserini Német Angéla polgármester asszonyt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. A nyár kezdete előtt elég sokszor beszéltünk arról, hogy most lehet-e majd táborokat tartani, nem lehet. Végül a lazítások ugye lehetővé tették azt, hogy legyenek táborok, viszont elég határozottan kiálltam mellett az elképzelése mellett, hogy ne legyenek ott alvos táborok, napközis jellegű táborok futnak a kerületben. Milyen sikere van eddig a táboroknak, milyen visszajelzések érkeztek a gyerekektől, hogyan sikerült az eddigi turnusokat végigvinni? Nyári napközis táborunk valóban működik. Két helyszínen, a Konyfa általános iskolában, illetve a Cabán általános iskolában, és meglepően nagyon sokan jelentkeztek. De ezen a héten 185 gyerek van a két telephelyen, azért ez július végén, július utolsó hetében nagyon ritka, hogy ennyi gyerek jönnek közistáborba. Valószínűleg annak is tudható be egyébként, ugye, hogy az év közben a szülők elég sokat voltak otthon a gyerekekkel, és nem biztos, hogy ki tudták venni, vagy nyáron tudták kivenni a szabadságukat. Ez az egyik része, amiért úgy gondolom, hogy sokan vannak a táborban, a másik pedig az, hogy nagyon sok és nagyon különböző programokat tudunk kínálni a gyerekeknek, tehát mennek mindenfelé kirándulgatni, úszodától kezdve mindenféle foglalkozások vannak. Jók a táborvezetőink mind a két helyszínen, és nagyon jó pedagógusok foglalkoznak velük, úgyhogy valószínűleg ennek is betudható az, hogy ekkora a létszám, aminek valahol örül az ember, hogy igen, akkor legalább értelmét látja, hogy működteti a napközistábort, de valahol azért nagyon szomorú, mert van olyan kisgyerek, aki egyébként végig a napközistábor ideje alatt befizetésre került, és járja is végig a napközistábort. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a szülővel nincsen semennyit se a nyáron, és azért ez valahol szomorú, hogy ennyire nem tudnak a szülők szabadságra menni, vagy adott esetben mondjuk elmenni nyaralni családostól, és akkor a gyerekeket a napközistáborba helyezik el. Abban viszont úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam, hogy nem engedtem az ott alvós táborokat. Azért hétről hétre folyamatosan látszik az, hogy valószínűleg lesz negyedik hullám, és jön vissza a koronavírus, és ahogy hallom, ez a delta variáns, ugye nem vagyok én virológus, meg nem is szeretnék ebben a szerepben tetszelegni, de hogy a delta variáns az inkább a gyerekekre hat, és a gyerekeket fertőzi elsősorban, úgyhogy én szerintem jó döntést hoztunk, amikor azt mondtam ki, hogy nem lesz ott alvos tábor sem Bernece Barátiban, sem Balatonvilágoson. Ugye túl vagyunk a 16-18 éves korosztálynak az oltásán, és most a 12-16 éves korosztálynak az oltása következik, amit még a tanév kezdete előtt kellene, vagy hát próbálnak lebonyolítani. Mit lehet tudni a kerületi lebonyolításról, kik vesznek ebben részt, illetve a szülők kiktől tudnak tájékozódni, hogyha szeretnék beadatni a gyermeküknek az oltást? A héten kaptunk egy levelet a kormányhivataltól, hogy akkor az iskolai igazgatók mérjék föl, hogy ki szeretne oltást kapni. Én egy picit későinek tartom ezt az augusztus végén, utolsó két napon tartandó iskolákban tartandó oltási kampányt, illetve hogy ott oltanák a gyerekeket, ugye ezt virológusok elmondták, hogy azért két hét minimum kellene ahhoz, hogy a védettség kialakuljon. Én azt kérem mindenkitől, hogy ne feltétlenül várja meg ezt az utolsó két augusztusi napot, amikor az iskolák amúgy is már dolgoznak, illetve a pedagógusok amúgy is dolgoznak, és leterheltek abban a két napban főleg, hanem egy kicsit korábban menjenek esetleg a gyerekorvoshoz, házi gyerekorvoshoz, és őtőle kérjék ki a tanácsot, és úgy kérjék ki, hogy lehetőség szerint meg is kapják az oltást. Ugye lehet már regisztrálni, ha jók az információim a gyerekeknek is, és nem, én szerintem nem kellene kivárni az augusztus végét a gyerekek oltásával. Nyilván mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy a gyerekét szeretné-e beoltatni, vagy nem szeretné. Én úgy gondolom, hogy nincs vesztenivaló azzal, hogyha beoltatja a gyerekét, és minél hamarabb beoltatja. És egy picit levéve ezzel az iskolai igazgatókról is a terhet, azért ők is szabadságon vannak, van olyan szülő is, aki szabadságon van, tehát úgy gondolom, hogy azért most július vége van, de ugye augusztus közepéig ezt meg lehetne oldani, aztán aki kimaradt ebből az oltási kampányból, mert mondjuk szerencsés és nyaral, akkor esetleg ő majd augusztus végén megkaphatja. A pedagógusok mellett és az orvosok ellen, vagy fordítva beszélek, azért azt tudni kell, hogy az orvosok is elmennek szabadságra, hogy egymást helyettesítik, vannak az amúgy is esetleg beteg gyerekek, és mellette még akkor az oltást kellene nekik abszolválni. Nem könnyű a házi orvosok feladata sem, házi gyerekorvosok feladata sem, és a pedagógusok sem ebben az időszakban. Én egy picit későinek tartom a kormány ezen intézkedését, hogy akkor augusztus végére tolta ki a gyerekek oltását.
Ugye hírekben hallottunk arról is, hogy elindul egy kampány az időseknek a beoltására, akik eddig még nem vették fel az oltást, és orvostan hallgatók bevonásával próbálják akár a saját lakhelyükön beoltani őket. Ezzel kapcsolatban van-e valami tájékoztatás a kerületben, illetve van-e az önkormányzatnak bármilyen szerepe, amit kapott ezzel kapcsolatban? Az önkormányzatnak nincsen szerepe ezzel kapcsolatban, ugye még mindig a Honvéd Kórházhoz tartozik a egyébként szakrendelőnk, ahol az oltópontot kijelölték. Azt, hogy a házi orvosok hogy tudják abszolválni azt, hogy ők kimennek az idősekhez és beoltják. Ugye kimegy a házi orvos az időshöz, ott beoltja, vár egy 30 percet, mert ugye ez a protokoll, hogy nehogy valami baja legyen az oltás után. Majd elmegy a következőhöz, és egyébként pedig az oltásnak a felhasználhatósága azért az időkorlátos, tehát nem szaladgálhat vele pláne 40 fokban egész nap a házi orvos. Tehát azért mondjuk 10 fecskendőnyit le tud szívni egy ampullából a házi orvos oltásonként. Azért az nagyon sok, hogy egész nap szaladgál vele, és ha kiszámoljuk, hogy fél órát tölt egy-egy betegnél, szerintem nem jön ki az, hogy egyébként még akkor az utolsó beteghez nem romlott oltóanyagot visz. Úgyhogy vagy elmegy a pocsékba az az oltóanyag, vagy így azért nagyon nehéz, de azt tudom, hogy keresik azokat a 60 év felettieket, akik még nincsenek beoltva. Szerintem egyébként egyre kevesebben lesznek azok, akik nincsenek beoltva. És hát ugye itt jön a harmadik oltás kérdése, hogy akkor most azt felveszi valaki, vagy nem veszi föl. Ez megint csak ugye megosztanak a vélemények, hogy kell harmadik oltás, nem kell harmadik oltás, milyen legyen a harmadik az előző kettőhöz viszonyítva. Azért azt lehet hallani, hogy akik Sinopharmot kaptak, náluk elég kevés az, aki valóban védett, tehát azért elgondolkodtató, hogy esetleg nekik a harmadik oltást be lehetne adni. Ha lesznek fejlemények a gyerekek oltásával kapcsolatban, és esetleg olyan hasznos információk, amikről mi is beszámolhatunk, akkor erre visszatérünk az elkövetkezendő hetekben, és egy picit beszéljünk a felújításokról, hiszen a kerületnek több pontján is zajlanak útfelújítások. Múlt héten voltunk a Veselényi utcai piacnál, ahol lesz egy nagyszabású átalakítás, illetve az északi főgyűjtő környékén, a Bogáncs utcánál is zajlik most egy felújítás. Ezekről mit lehet tudni Dióhéjban? Mikorra készülnek el egyrészt a beruházások, és jelenleg milyen szakaszban tartanak? Az északi főgyűjtő csatorna építése kapcsán a Magyaród útja az, ami elkészült, de még nem került átadásra, hiszen amikor kint voltak a kollégáink, akkor egy hibalistát írtak föl még, hogy hol hiányzik csatornafedél, vagy esetleg nincs szintben az úttal, vagy nincs megépítve a parkoló bejárat, vagy az udvarba bejáró. Úgyhogy ez még várat magára ennek az útnak az átadása. A Bogáncs utcai felújítást pedig ugye a főváros végzi, hiszen ott tömegközlekedés van. Itt valóban terelések lesznek majd, illetve terelések vannak már most. Én mindenkinek a türelmét kérem, picit ugye a busz is kerül, meg nehéz ott mondjuk a Palota 15-be is bejutni, vagy a többi telepre bejutni. Én úgy gondolom, hogy egy megújult, szép utcaszakaszt, vagy utcát kapunk majd, hogyha ez kész lesz. És valóban még a Deák utcát újítja föl most a főváros. Annak a befejezési határideje az ősz vége, tél eleje lesz, illetve elkészült a Bocskai utcának egy részének a felújítása, ugye az I.S. Gyula és a Dobó utca közötti szakasz. Én onnan csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy nagyon jól dolgoztak ott a kollégák, akik felújították. Ugye a Bocskai utca ezen szakasza az kerületi fenntartásban van, itt kerületi beruházásról beszélünk, és kerületi pénzt tettünk abba, hogy ezt az utcát felújítsuk. És aztán meglátjuk, mindenhol lehetne egyébként utat felújítani, mert ugye jön egy-egy útépítés vagy útfelújítás, mindig jön a kis kérdés mellett, hogy de miért nem ezt, vagy miért nem azt, vagy miért nem a harmadikat. Én úgy gondolom, hogy az utcáinknak a 80%-ára ráférne a felújítás, de az anyagi lehetőségeink jelen pillanatban ezt teszik lehetővé. És ugye folyamatban van az erdőkerülő Zsókavár utca közbeszerzési kiírása, ez sem a kerület intézi, hanem a fővárosi önkormányzat beruházása lesz majd. Én nagyon remélem, hogy tudják tartani majd a határidőt, és akkor ott is el tud kezdődni, esetleg szeptember végén már el tudnak kezdődni a munkálatok szeptember végén. Ezzel kapcsolatban is figyeljük majd a friss híreket, és a hírtükörben, illetve itt a műsorban is beszélünk majd arról, hogy milyen esetleges forgalmi változások vannak, amik a lakosságot érinthetik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk a heti hírtükörben, többek között a felújításokkal is fogunk foglalkozni, viszontlátásra.